Európai Uniós alapokból újítják fel a Marosvásárhelyi Dózsa György utcát. A projekt további 4 támogatást elnyert uniós projekthez csatlakozik. Jelenleg 2-2 sávon zajlik a forgalom a zsúfolt Marosvásárhelyi Dózsa György utcában. A város önkormányzata 6 600 000 eurós uniós támogatásból fog itt buszsávokat létesíteni. A projekt keretében a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket végeznek, kizárólag a környezetbarát autóbuszok számára fenntartott sáv kialakítása által, amelyeket oszlopok választanak majd el a többi közlekedési sávtól. A vasútállomás és a Győzelem tér között kerékpársávokat is létesítenek, korszerűsítik a járdákat, a közvilágítást LED típusú környezetkímélő fényforrásokkal oldják meg, valamint 200 facsemetét is ültetnek. A cél a személygépkocsik használatának csökkentése Marosvásárhelyen, egyúttal a széndioxid kibocsátás csökkentése, valamint a tömegközlekedés használatának ösztönzése. Az irány természetesen jó, viszont további fejlesztésekre van szükség a cél elérése érdekében. Ugyanis feltétlenül fejleszteni kell a városi tömegszállítást, ki kell alakítani alternatív közlekedési lehetőségeket, mielőbb el kellene készülni a terelőútnak is, hogy az áthaladó gépkocsi forgalom elkerülje a várost. Az infrastruktúra korszerűsítése a tömegközlekedés által kiszolgált Marosvásárhelyi nyugati övezet központi útvonalon elnevezési projekt a regionális operatív program keretében nyert támogatást a 4-es főtengelyen, a megyeszékhelyeken a széndioxid kibocsátás csökkentését célzó programban. Ez a beruházás további 4 támogatást nyert projekthez csatlakozik, ezek elektromos és hibrid autóbuszok beszerzése, kerékpársávok, gyalogos övezetek kialakítása, valamint kerékpárok beszerzése a klinikák térségében. Az európai alapokból finanszírozott 5 projekt összértéke 65 millió euró, a kivitelezési időszak pedig 2019-2023.